Ivana Dulics évek óta együttműködik a magyar kanizsai művészekkel, és ezzel a gesztussal szeretném megköszönni a támogatást, amelyet tőlük és a várostól kapott. Emellett a magyar nemzet felé irányuló tiszteletét is szeretné kifejezni. Van, hogy azt gondoljuk, a szalma nem tudja visszaadni egy-egy tárgy igazi szépségét, gazdagságát, viszont amikor elkészül, boldogok vagyunk. Azt hiszem, ez alkalommal a szalma elért az égig. A korona elkészítésének technikai részéért Anna Vukov felelt. Számára ez a mű felbecsülhetetlen értékű. A koronát több hónapon át készítették, és mintegy 300 apró részből állították össze. Ezt egyszerűen nem lehet megfizetni. Ennek a koronának nincs anyagi értéke, de van művészi, érzelmi és végül, de nem utolsó sorban szellemi értéke. Anna és Ivana a szalma szerelmesei, amely szerintük a vajdasági arany. Ebből a természetes anyagból készítenek képeket, ékszereket és sok más lenyűgöző díszt. A Szent Korona szalmamását magyar kanizsára szállítják majd, ahol a tervek szerint a Szent Őrangyalok római katolikus templomban állítják ki.